Akkor még egyszer, szóval havazik, mi ültetünk itt a tegnapi darozott növény. Peti itt van. Szia Peti! Hogy éppen a földet, az előbb sziklát vitt. Mi nem áztunk el, itt van a földünk. Hát az a növény, az a bejáratnál. Marha jó! Megnézzük a sziklából, rengeteg fogyott azért már. Igen, és hát itt készül a szikla kell. Kivontottuk. Elengedlek. Ezt kibontottuk, mert itt növénytámfal volt elemekből, baromi ronda volt. Úgyhogy tettünk helyette egy sorszegélyt. Látszik, megfogja a földet. Tettünk sziklákat és növényeket, vagyis teszünk sziklákat és növényeket. Selfie. Oké. Olyan növényeket teszünk, ami szereti ezt. Lesznek nagyon. Szép kutatók lesznek. Amit használunk ültetéssel, itt is vannak sziklák, ezt megcsináltuk. Nagyon szép lesz ez is. Tűzesőkből, örökzöldekből, sziklával, vagy különböző színű zúzalékkal, ami a kedvencem. Na pont egy... És amit használunk az ültetéshez, az a tőzeg és a marhatrágya. A cseresznyén jutott eszembe, hogy ahhoz csak marhatrágyát teszünk, tőzeget nem. Az előbb fordítva mondtam, aztán az nem olyan jó. Gyepszőnyeg. Tökéletes. Megnézzük hátul is a kertet. Annyira szép. Olyan nagy lett, nagyon jó lett itt a bővítésünk. Látszik. Itt vannak a danikák. Selfie a danikákkal. Igen. Növénycsoportunk a játszótér. Ide majd ezt a hóember növényt ültetjük, most aktuális.